Rózsa György és Rózsa Csilla mai napig nagyon-nagyon szoros apa és lánya kapcsolatot ápolnak, és az előbb beszélgettem, hogy én nekem milyen szoros a kapcsolatom az édesanyámmal. Úgyhogy az apa és lánya kapcsolatról fogunk beszélgetni, hogy ez mennyire tud szoros lenni felnőtt korban is. Egyébként nem mondott butaságot, Lilla. Nálunk az volt a szokás, hogy a Éva volt szigorúbb, a Csilla anyukája, és én voltam az enyhébb, úgyhogy ez az anyai elszólás, ez nem volt azért teljesen nagy elszólás. Hosszasan boncolgattuk, hogy mennyire el tudnak kajlásodni a gyerekek, amikor egy kicsit kevesebb figyelem jut rájuk az életben, és ez tényleg ez egy olyan viszony ilyenkor, amikor így összekapaszkodik a szülőgyerek, hogy kicsit az apából is anya lesz. Igen, hát van benne valami. A barátaim szerint én túl szeretem a Csillát, és valószínűleg némi igazuk van is ebben, de hát mivel ugye ketten maradtunk, ezért ilyenkor egy apa azt érzi, hogy na most akkor még rá kell valamit pakolni, valószínűleg nem kellene egyébként. Emlékszel még arra, amikor ez nagyon mélyen kialakult köztetek? Tehát, hogy milyen időszakra tehető? Ugye nekem is van egy lányom, 3 éves, és már érzem magamon azt, hogy egyre erősebb, napi szinten erősebb az a fajta kötelék, amit mondjuk még a születésénél nem feltétlenül éreztem. Nálunk ez azt hiszem egy kicsit másképp volt. Lehet, hogy nem jól ítélem meg, de én úgy emlékszem rá, hogy körülbelül mielőtt a Csilla elkezdett kamaszodni, tehát olyan 11 éves koráig nagyjából ő inkább apás volt. És aztán, amikor elindult ez a kamaszodás, akkor viszont teljesen anyás lett. Tehát akkor az Évával beszélt meg nagyjából mindent. Itt még apás. Te nem itt még a bohóc. A két bohóc. A ruha. Úgyhogy aztán ez természetesen, hogy mondjam, elég tragikusan megváltozott, de minden esetre az biztos, hogy kisgyerek korában ő. Azt hiszem a kislányokkal így van, nem tudom, Lilla maga hogy emlékszik, de két az apjukhoz nagyon szorul. De nem úgy, hanem a kislányokkal. Én nekem is az apukámhoz volt nagyon erős kötődésem, és én is nagyon amikor kicsi volt, gondolom. Fiatalon veszítettem előtt. Azt hiszem, hogy egy apa-lánya viszony az egy szerelem, és azt látom a nézem, milyen komoly gyerekem van nekem. Itt már tulajdonképpen a táncos pályára készült, a macskákból adtak elő általános iskolába, ugye, Csicsi? Tudatos volt ez egyébként, hogy maga ez a fajta élet, hogy te akkor táncos leszel, vagy igazából ez egy véletlenszerű dolog? Nem, hát én művészi tornáztam ezelőtt, és tulajdonképpen az apu meg az anyu vitt el a balettintézetbe. Én pedig a létezéséről se tudtam. De akkor úgy mondom, hogy édesanyának a munkája az ilyen fajta fertőzést okozott nálad is? Bizonyos fokú fertőzést okozott, mert azért én vele rengeteget voltam a tornateremben, ugye ő edzőként dolgozott, és nem tudta, akkor még nem volt ez, hogy babysitter, vagy nem tudom mi, és vitt magával. És az edzőtermeket, azokat nagyon, vagy hát a tornatermet, azt imádtam, ugye, mert az egy gyereknek az a kánaán, ott lehet ugrálni a szivacsgödörbe, lógni a korláton, úgyhogy egy picit ez így megfertőzött természetesen. Itt van ez a kép is, és igazából te tényleg nem változtál semmit, ezt látod magadon? Ez jó vagy rossz? Jó, egyértelmű. Édesapád túlféltését, ahogy ő meséli, hogy túlféltett, ezt te hogyan élted meg kamaszként? Hogyan élem meg? Mindig helyesbíteg. Mondjuk a születésnapjára az apukája milyen virágcsokot vesz neki. Nagyon szép. Nem csak úgy mondom. Ott szedte a kent. Jó példakért szolgáljon minden apuka számára. Ezt a mai napig egyébként nehezen élem meg, tehát a túlféltés, az mondjuk ő magát is túlfélti, ugye azt köztudott, hogy ő milyen hipohonder. Na most azért először. Engem is napi olyan 3-szor szívesen alávetne orvosi vizsgálatoknak, de azt nehezen élem meg, mert én meg egy sokkal lazábban élem az életem, könnyebb vagyok. Ez fontosképp itt álljunk meg. Nagyon büszke vagyok rá, mert ott van az a kis emléklap a kézben, hogy amikor a ballagási bál volt, akkor ugye én táncoltam a Csillával a ilyen nyitótáncot. Ez egy 15 éves kép. A balettintézetben, igen. Ez egy nagyon régi kép. Igen, ez egy nagyon régi kép. Mondod, hogy változtál azóta. Igen. Hát komolyan mondom. És a Csilla nyerte a bál, szóval ő volt a bál király, vagy bál királylány, hogy nem tudom micsoda. Valószínűleg annak köszönhetően, hogy én fantasztikusan táncoltam. Egyébként talán emlékszik rá, Lilla, hogy én a
Csillával táncoltam egyébként ebben a Szombatesti Láz című műsorban is, és utána Csilla azt mondta, hogy nagyszerű volt apa, legközelebb a hattyúk tavát adjuk elő, és te leszel benne a tó. Körülbelül ennyire becsüli az én tánctudásomat. Én azt hittem, hogy azóta rendszeres korrepetíció folyik ez ügyben. Nem, ott feladtam. Megesküdött, hogy minden dologban fog velem fogni. Na, itt van a ballagásom. Mennyi időt tudtak mondjuk most eltölteni, mert ugye azért érződik rajtad, hogy te mondjuk ezt a fajta túlféltést, azt ténylegesen túlzónak tartod. Igen, én szeretem kivívni azért így a szabadságom. Hát ennek ellenére azért sok időt töltünk együtt, szerintem sokkal többet, mint más apalánya, és rendszeresen telefonálunk is, tehát mondjuk napi hányszor szoktál fölhívni? Na, 25, na, ebből 5-szer fel is veszem. Hetente 2-szer fölhívom. Nem, de hát sokszor beszélünk telefonon, személyesen is, egy gyors ebédre össze szoktunk azért mindig futni. Most is innen együtt megyünk ebédelni. Te ugye végzett balettművész vagy, de most már egy picit mással is foglalkozol. Így van. Nyitottam az ott egy ilyen. Csak egy pillanat, hogy kitől örökölte az alakját a Csilla, itt a mamája. Igen, szóval nyitottam az ott egy rúttánc és légtorna stúdiót, ahol balettet is oktatok. Hát azóta ezzel foglalkozom, tulajdonképpen a napi 24 órámat kitölti. Én hallottam a híreket, hogy esetleg édesapád is megpróbálkozna. Igen, hát ezt javasolták egyébként a gipszelőbe, mert azt mondták, hogy kevés munkájuk van, tehát hogy menjek föl egyszer a rúdra, és akkor legalább egy kicsit úgy elkél az a sok maradék gipsz, ami a raktáron maradt. Hát nem, szóval ez mondjuk nem a Csilla. Nem ismer meg a saját apám. Ez is egy kedves, csinos kis, nem tudom ki ő. Már tudom, hogy kicsoda, bocsánat. Minden évben megrendezik a Kanyó Éva emlékversenyt. De hasonlít. És ez a kislány nyerte egyszer, úgyhogy... Jó, ha elsőre ránézel, akkor azt mondod egy picit igen, de csak egy... Ez meg nem én vagyok, mert nagyon ronda ez a pasi, és félig meddig már kopaszodik. Ez akkor tagadjuk le ezt. Mondjuk azt, hogy ez a Csilla az egyik öreg udvarlójával, vagy nem. Azért ez a nagyon komoly összefonódás az arra is kihat, hogy még mindig szívügyekben is tanácsot kérnek egymástól. Hát, kérnek vagy adnak? Nem, próbálok adni is, meg kérni is. A Csilla nem nagyon kér, szóval... Én csak kapok. Nálad hogyan van? Tehát mondjuk valakivel együtt vagy, akkor utána elmész édesapádhoz, bemutatod, kikéred a véleményét. Azért sok időnek kell eltelni, hogy én valakit bemutassak. Mm-hmm. Először inkább dugdosod egy picit, biztos. Nem dugdosom, de... De beszélsz róla egyébként közben is? Tehát persze, mondod, hogy persze, azért meg szoktunk beszélni ezzel kapcsolatos dolgokat, de... Nem mutatom be azért azonnal. Már, illetve mivel felszaporodott ezeknek a fiúknak egy idő alatt a száma, ezért én azt kértem a Csillát, hogy most már csak azokat mutassam be, akitől legalább két gyereke van, nem tudok megjegyezni a sok nevet. Ne, hát ez egy kicsit túlzás, hogy valami meg, mert ő sajnos nem az, ilyen szempontból nem az én formám. Tehát ő nagyon nehezen megy túl egy kapcsolaton, nagyon hosszú ideig, szomorú utána, sírdogás, stb. Én meg inkább gyorsan mindig túltettem magamat, aztán csókolom. De az mondjuk fordított esetben tényleg az van, hogy te vagy édesapád legfőbb kritikusa? A nők terén? Igen, én, de azt is megmondom, hogyha tehát át kell menni a vizsgán? De van, aki nagyon rendben van? Volt, aki nagyon rendben volt, igen. Nem, hát ő nem. És mi történt? Durván nem mondja, csak ilyeneket mond, hogy nem nagyon csinos, kár, hogy kicsit bal lábára bicek, de van egy azért ügyesen rendezi, hogy ez jó lesz, emellett nem lesz semmiféle megrázó élményed, vagy valami. Olyan szépen ellesztek csendesen, még mind a halára unod magad. Annyira jól lenne egy ilyen kommunikációt meghallgatni közöttek. Viszont visszatérve a rúttáncra, hogy van egy ilyen stúdiód. Ott lehet ismerkedni. Igen, ő már sokszor jelentkezett recepciósnak egyébként. Mert nagyon csinos nők járnak oda. Férfiak nincsenek rúttáncon? Sajnos egyelőre még nem jelentkeztek férfiak. Én voltam. De igen, várlak szeretettel egyébként. Voltam. Nem nekem. Nem nálam. Nem nálad, egy műsor kapcsán voltam. Az már látszana, ha nálam lennél. És nem, én nem.
Nem. Pejoratív még mindig ennek a rutinnak a fogalma, pedig akik látták már, vagy esetleg gyakorolják, azok tudják, hogy mennyire nehéz és milyen komoly sport. Komoly Európa-bajnokság, világbajnokság, minden. Igen, csak ugye a rutincról még mindig sokaknak az jut eszébe, hogy az éjszakai bárokban pörögnek a lányok a rudon, de hát ez egyáltalán nem erről szól, hanem valami nagyon-nagyon komoly sportteljesítmény. Sportteljesítményről. Hát ez gyakorlatilag egy tornaszer tulajdonképpen a rúd, csak vagy egy sporteszköz. A balettrudat így megfordították. A balettrudat megfordították, és tényleg ez nagyon komoly kihívás, tehát nagyon jól megerősíti a csajokat, nagyon szép alakjuk lesz tőle, már aki tényleg elhatározza, hogy rendszeresen jár és kitartó, mert azért mennyire sérülésveszélyes ez a sport, mert nekem abszolút annak tűnik, ugye eleve... Ha az ember észre csinálja, akkor nem sérülésveszélyes. Jó, csak mondjuk milyen... Nyilván vannak olyan trükkök, amikkel csak mondjuk úgy megyünk bele, hogy edző mellett, tehát ott áll melletted az edző és kisegít. Vastag szőnyeg. Vagy vastag szőnyeg van alatta, tehát van egy speciális matrac, amit a rúd. Csak nagyon sokan elfelejtik azt, mondjuk a saját testükkel dolgozni, nagyon sokszor a legnehezebb. Így ugye, van, ezért van az, hogy itt is van ugye egy szintrendszer, ami elég komolyan meg jól fel van építve, és hogyha azért az ember annak megfelelően halad, és mondjuk nem... Hívd el! Én nagyon szeretném hívni. Szeretettel várlak! Kolosi térnél vagyunk, ott a Lajos utcában. Készüljön! Hol lakik Lilla? Én most a 12. kerületben. Nagyon közel. Na hát akkor közel, ez a Kolozsi térnél van, jöjjön, leszáll a buszról, ott van mindjárt. Csak fölülne egyszer a buszra. Úgy jöjjön, hogy mondja a Csillának, hogy csak akkor jön, hogyha én is ott lehetek. Én ezt támogatom, én viszont rögzítem az egészet. Na hát akkor autóval el is tudod hozni a Lillát. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást, és itt voltatok. Köszönjük.